Zsúfolásig megtelt a Tornyai János Múzeum egyik főcinti terme az idei első régészeti előadásra. A szakembereknek Istvánovics Eszter kedvenc kutatási területéről, a szarmatákról, illetve azok elődeiről, a szkítákról tartott beszámolót. Ezeknek a sztyeppei népeknek a története Krisztus előtt 6. századtól a Volga mentén indult, és egészen Krisztus után 2. századig tartott, amikor is megérkeztek a Dunához. A régész prezentációjában elsősorban a szarmatákat szerette volna a figyelem középpontjába állítani. Kevesen tudják, hogy rendkívül gazdag sztyeppei lelatanyagok van, kevesen tudják róluk, hogy őket az amazonoknak gondolják, és talán erre fektetnénk a hangsúlyt, hogy milyenek ezek a leletek, hiszen csupa arany villog, gyönyörű, és nem csak hogy aranyból van és villog, de nagyon izgalmasak is. A szarmatáknak a Fekete-tenger északi partvidékéről, az úgynevezett Alsó-Don vidékéről kerültek elő páratlan tárgyi emlékei. Az egyik kedvencem az a porogi fejedelem, aki egy rendkívül gazdagon eltemetett férfiú volt, és az egész viseletét tudjuk rekonstruálni, és ő hozzá kötődik az, hogy a sztyeppen itt a közelünkben az első hun típusú íja van, tehát egy nagyméretű, hiszen addig kicsi, ilyen szkíta típusú íjakat használtak, vele indul meg az a hullám, amelyik majd a hun uralkodóknál teljesedik ki. A magyar legendárium a szkítáktól és a szarmatáktól eredezteti őseinket, de a szakember úgy tartja, hogy ez nem felel meg a valóságnak. Majd hozzátette, bár ezek a sztyeppei népek kétségtelenül nagy hatást gyakoroltak elődeinkre, de ők a miénkkel szemben az iráni nyelvcsaládhoz tartoztak.